Köszöntöm kedves nézőinket, önök a heti TV híradóját látják. Belföldi híreink. Müller Cecília, országos tisztifőorvos elmondta, fontos, hogy az új megbetegedésekkel kapcsolatban minél gyorsabban intézkedjenek, hiszen a szakemberek szerint az új vírusvariánsok megjelenése az egészségügyi intézményekre is nagyobb terhet róhat. Müller hozzátette, nagyon sok variáns van már, azonban járványügyi szempontból csak néhányat tartanak számon. Mindenhol jelen van már a brit mutáns, hazánkban is már 322 esetet detektáltunk. Őket nagyon gyorsan el kell különíteni, hiszen tudjuk jól, hogy az új koronavírushoz képest az új mutáns megbetegítő képessége 70%-kal magasabb, fogalmazott a tiszti főorvos. Az utóbbi napok lassuló ütemű javulása után a hétvégén az új típusú koronavírus terjedésének több mutatója romlott Németországban. Szakértők szerint a korábbiaknál fertőző képesebb vírusváltozatok előretörése miatt. Meghatározó hetek állnak előttünk a koronavírus járvány alakulása szempontjából, írta az Emberi Erőforrások minisztere a Facebook oldalán. Kásler Miklós közölte, Portugália, Csehország és Szlovákia már rendkívül nehéz helyzetbe került a járvány harmadik hulláma, illetve a különböző vírus mutációk miatt. A szigorú korlátozások ellenére is emelkedő járványügyi adatok azonban hazánkban is figyelmeztető jelként szolgálnak, mondta. Három hónapnyi bezárkózás után mostanra sokakban megfogalmazódott az ország újranyításának igénye, írta. A lazítások elsődleges feltétele viszont a nagyarányú átoltottság. Ehhez már őt a magyar szakemberek által engedélyezett koronavírus elleni vakcinál rendelkezésre, és eddig több mint 700 ezer ember számára elegendő oltóanyag érkezett Magyarországra, fűzte hozzá. Kásler Miklós kiemelte, a legfontosabb, hogy mindenki őrizze meg fegyelmezettségét, és bízzon a tudósok szakemberek döntéseiben a vakcinák kérdésében a gazdasági és politikai érdekből történő hangulatkeltéssel szemben pedig éljünk az oltások lehetőségével, kérte. Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője, a Fidesz szóvivője, a heti TV Pirkada című műsorában beszélt a járványhelyzetről, az ellenzék hozzáállásáról, de a heti TV ügye is említésre került. Hollék István beszélt a heti tévé helyzetéről, megjegyezve, hogy Erzsébet város jelenlegi vezetésének a lépése érthetetlen és megengedhetetlen, amikor ki akarják paterolni a tévét a bérleményéből. Hozzátette, nem lehet ezt a lépést összehasonlítani a klubrádióval történtekkel, mert ez utóbbi esetében a médiahatósága jogszabályok mentén járt el, amikor úgy döntött elveszi a társaság eddig használt frekvenciáját. A jogszabályok világosak, amiknek a mentén a klubrádió a hiányosságokat pótolta, azaz újra pályázhat az eddig használt sávra. Véleménye szerint érdemes lenne egyes ellenzéki politikusoknak szót emelni a heti tévé ügyében, ahogy ezt tették a klubrádió kapcsán is. A Nemzeti Örökség Intézete társadalmi felelősségvállalása jegyében a nagycsaládosok országos egyesületén keresztül rászoruló családok megsegítésére ajánlott fel a kezelésében lévő zöld felületek megóvásából és fenntartásából származó 50 köbméter magas fűtéértékkel rendelkező tűzifát. A felajánlott tűzifa értéke meghaladja az 1 millió forintot. A nőri közel 50 erdei köbméter magas fűtőértékkel rendelkező tűzifát ajánlott fel a nagycsaládosok országos egyesületén keresztül rászoruló családoknak. A nőri 5 éve a vagyonkezelésbe vétel óta komoly figyelmet és hangsúlyt fektet a Fiumei úti sírkert, és a salgó utcai zsidó temető zöld felületeinek fejlesztésére, ápolására és fenntartására. A védett fasorok, facsoportok kezelése, pótlása és rekonstrukciója során minden évben nagy mennyiségű faanyag kerül kitermelésre, amelyet az intézet most második alkalommal adományoz hasonló célokra. A Nemzeti Örökség Intézetének célja, hogy a magyar kormány háttérintézményeként ne csak jog szerinti alapfeladatainak tegyen eleget, de lehetőségeihez képest segítse azokat, akik erre rászorulnak. Bízunk abban, hogy ezzel a felajánlásunkkal segítséget nyújtunk azoknak a családoknak, akiknek nehézséget jelent a fűtési szezonban a tűzifa megvásárlása. Hangsúlyozta az adomány kapcsán Radnai Né dr. Fogarasi Katalin, a nőri főigazgatója. Fekete Győr András a Momentum miniszterelnök jelöltje. A párt online mutatta be jelöltjét. Fekete Győr András arról beszélt, új fejezetet kell nyitni Magyarország történetében, új harcokkal, arcokkal, hazájukat őszintén szerető politikusokkal. Fekete György hangsúlyozta, rendszer szintű változásra van szükség. Éppen ezért az új Magyarország terv első pontja az új rendszerváltás. Ez pontosan rögzíti, hogy kormányra kerülés esetén mit tesznek az első 3,30 és 300 napon. Ehhez új intézményekre is szükség van, ezért korrupcióellenes ügyészséget hoznak létre és csatlakoznak az európai ügyészséghez. Fekete Győr bejelentette azt is, kormányra kerülésük esetén fin mintára alakítják az oktatást, megszüntetik a kliket és visszaadják az irányítást a tanároknak. Emellett 2030-ra bevezetik a négy napos munkahetet. Külföldi híreink. Ferenc pápa személyesen látogatta meg római otthonában Brook Edith magyar származású írónőt, holokauszt túlélőt. Az egyórás találkozójukon a 89 éves írónő a koncentrációs táborokban eltöltött időről beszélt, a nála 5 évvel fiatalabb katolikus egyházfőnek. A jelenkor félelmeiről és reményeiről is szó esett, illetve arról, hogy milyen fontos az emlékezés a múltra, és ebben milyen szerepe van az idősebb korosztálynak. Ferenc pápát elkísérte a találkozóra Andrea Monda, a Szentszéki Napilap főszerkesztője. Monda szerint a pápát megragadta Brukedi cikke, amely január 27-én az emlékezés napjá jelent meg az újságjában. Az egyház fő ezután személyesen is meg akarta ismerni az írónőt. Ferenc pápa bocsánatot kért az úrtól az emberiség nevében, idézte az újságíró az egyház fő szavait. A pápa köszönetet mondott Brook Editnek, amiért tanúvallomásával nem hagyja, hogy feledésbe merüljenek a nácizmus mártírjává vált zsidó nép szenvedései. A brit kormány új célja az, hogy július végére a teljes brit felnőtt lakosság megkapja a koronavírus elleni oltást közölte Boris Johnson a brit miniszterelnök. A december 8-án kezdődött nagybritanniai oltási kampány első célja az volt, hogy február 15-ére az oltási menetrend elsőbségi listáján szereplő legveszélyeztetettebb lakossági csoportok mindegyik tagja 15 millió ember megkaphassa a koronavírus elleni oltásnak legalább az első dózisát. Ez a cél a határidő előtt egy nappal múlt vasárnap teljesült. A brit kormány következő célja az, hogy az elsőbségi listán szereplő összes kockázati csoport mindegyik tagját, vagyis az 50 éven felüli teljes brit lakosságot április végéig beoltsák. Az április utáni szakasz menetrendjében eredetileg szeptemberre tűzték ki a teljes felnőtt brit lakosság beoltásának határidejét, ám Johnson nyilatkozata szerint a brit kormány ezt a céldátumot július végére hozta előre. A Facebook törölte a myanmar irányító hadsereg közösségi oldalát arra hivatkozva, hogy a közösségi média platform szabályzata tiltja az erőszak A myanmar hadsereg valós híreket közlő tájékoztató csapata nevű Facebook oldal visszatérően megsértette az erőszak tiltó szabályokat, közölte a Facebook. Előző nap két ember életét vesztette a dél-kelet-ázsiai ország második legnépesebb városában, Mandalayban, miután a rendőrök éles lőszerrel belelőttek a február 1 katonai hatalomátvétel ellen tiltakozó tömegbe. A Facebookot az elmúlt időszakban keményen bírálták, amiért nem tesz eleget azért, hogy visszaszorítsa a gyűlöletbeszédet a felületein. Megnyíltak a boltok, a bevásárlóközpontok és a piacok, a kulturális és sportintézmények, és újraindultak számos újabb településen az iskolák Izraelben. A fokozatos nyitás második szakaszában, öt hónapos szünet után szigorú járványügyi korlátozásokkal ismét megnyíltak az uszodák és a konditermek, az utcafrontra néző boltok, a bevásárlóközpontok és a piacok, valamint a múzeumok és a könyvtárak is. A boltokban minden vevő beléphet maszkban és a két méteres távolság megtartásával, de a kulturális és sportintézményekbe csak az Egészségügyi Minisztérium oltási igazolását, felmutatókat vagy már nem fertőző volt vírushordozókat engednek be. Ez a vasárnapi hét kezdet több százezer kevésbé fertőzött településeken élő újabb gyermek számára visszatérést jelentett az iskolapadokba. A pénteken és szombaton azonosított új fertőzöttek háromnegyede 39 év alatti volt, és szombaton az új vírushordozóknak csak a 7,2%-a, pénteken pedig mindössze 5,9%-a volt 60 év feletti, amit az idősebbek jelentős beoltottságával magyaráznak a szakemberek. Olajfolt szennyezte be Izrael teljes földközi-tengeri partvonalát. A mentesítési munkálatokba önkéntesek százai kapcsolódtak be, miközben egyelőre még tart annak a vizsgálata, hogy honnan származhat a tengerpartot és az élővilágot fenyegető olajszennyezés. Az önkéntesek közül néhányat kórházba kellett szállítani az olajfolt veszélyes párájának belégzése miatt. Az északi Haifától a gázai övezethez közeli Áskelon városáig fekete csíkok voltak láthatók az ország földközi tengeri partvonalán. A híradások az elmúlt évtizedek legsúlyosabb izraeli környezetszennyezéseként számoltak be a történtekről. Az északi Hadera környékén lévő Gádor természetvédelmi területnél a kátrányos anyaghalakat, teknősöket és más tengeri lényeket borított be. Az önkéntesek ezeket próbálták megtisztítani a szennyeződéstől. Média jelentések szerint a hatóságok hozzákezdtek az érintett területek feltérképezéséhez. Gazdasági híreink. Az idén utoljára kénytelen az adóhatóság hadhatós segítsége nélkül elkészíteni áfa bevallását, az a 70 ezer vállalkozás, amely csütörtökig teljesítheti éves áfa bevallási kötelezettségét, mondta Tállai András. Egy cégeket jövőre már az adóhatóság segíti az egyik legbonyolultabb adózási kötelezettség teljesítésében azzal, hogy megküldi nekik a bevallás, a bevallás kiajánlott tervezetét, mondta a pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az idei év az adminisztráció csökkentés egyik legfontosabb mérföldköve lesz, hangsúlyozta. Miután a kormány a családokat és a lakosságot már 2017-ben az SZIA bevezetésével megszabadította a személyi jövedelemadó bevallás kitöltésének nyűgétől, 2021-ben a vállalkozókon a sor, mondta az államtitkár. Híreinkről bővebben a brajerpress.com vagy a heti tv.com-on olvashatnak. Én köszönöm figyelmüket, szép napot, viszontlátásra! Hétfőn a reggeli kötfoltok megszűnését követően az ország túlnyomó részén napos, kifejezetten kellemes tavaszi idő várható. De észak-keleten, északon még mindig maradhatnak tartósan párás, szürke, hideg területek. A Dunántúlon többfelé megélénkül a déli szél, Keleten gyenge marad a légmozgás. Délnyugaton helyenként a 15 fokot is meghaladhatja a maximum hőmérséklet. Éjszaka többnyire derült ég lesz jellemző, éjszakon lehet több felhő, illetve ismét párásodik a levegő. A hőmérséklet jellemző átlaga hétfő reggel mínusz egy plusz 5, délután délnyugaton plusz 16, északkeleten keleten plusz 6, kedreggel 0 és plusz 5 fok körül alakul. Köszönöm figyelmüket, maradjanak velünk visszatlátásra!